A kiskörösi LC vármegyei első osztályban szereplő csapata számára június 1-én véget ért a 2023-24-es bajnokság. A szezon célja az volt a kiskörösiek számára, hogy egy olyan gárda szerveződjön, amelyre a jövőben is lehet építeni. Emellett az edző is megismeri az együttest, hiszen számára is új volt a kiskörösi LC. Vegyes kép volt az összeszön, de ott már lehetett látni, hogy ki az, akire lehet számolni, ki az, akire nem lehet úgymond számolni itt a körösi csapatból, és ennek a szellemébe próbáltunk meg a télen az igazolni még egy-két játékost azokra a posztokra, ahol azt mondt hiányposztunk volt. A kiskörösi együttes az őszi forduló után a tabella 12. helyéről várta a tavaszi megmérettetéseket a 15 csapatos bajnokságban. A téli felkészülés alatt pedig számos változáson ment keresztül a csapat, játékos állomány, valamint taktikai elemek tekintetében is. Egy 4-2-3-1-ből átmentünk egy 3-4-3-ba, ugye a Honpold beállásával lett három belső védőnk, a Vén Balázs személyében lett egy jobb oldali futónk, a Budai személyében lett egy belső középpásunk pluszba, a Szedmák személyében megint csak lett egy belső középpásunk pluszba, a Kevin érkezésével, Petrovics Kevin érkezésével tudtunk egy három csatáros játékot játszani, a Dulai Mátének úgy néz ki, megtaláltuk a helyét, és a jobb szélről rengeteg gólt rúgott, illetve jó teljesítményt nyújtott. A kiskörösi LC 28 lejátszott találkozó során 10 győztes, 6 döntetlen, valamint 12 vesztes mérkőzést játszott, így 36 ponttal a tabella 10. helyén végeztek a kiskörösiek. Ez egy 50%-os teljesítmény lett, azért többet vártunk a csapattól, meg én úgy gondolom, hogy előrébb is kellett volna, hogy végezzünk a tabellán, mert azért megelőztek minket olyan csapatok, akik most nevet nem mondok, akik én szerintem nem oda valók elénk, de mégis sikerült nekik ez a dolog. Remélem, hogy a nyár folyamán tudunk erősödni, és egy olyan csapattal tudunk majd nekivágni az ősznek, akivel igenis az lesz a cél, hogy ott legyünk az élmezőnyben. A kiskörösi LC vármegyei első osztályban szereplő gárdája számára ősszel a 2024-25-ös bajnokságban folytatódnak majd a küzdelmek.